az egész életem arról szólt, hogy ez a világ mit vár tőlem, és egyáltalán nem szólt arról, hogy én mit érzek. Olivierről azt érdemes tudni, többek között, hogy sikeres, véleményem szerint színművész, aztán, hogy ő annak tartja-e magát, várjál, művész és színművész, megmondom, miért színművész, de majd mindjárt oda is elérkezünk. Elmondja ő mindjárt, hogy ő is így érzi-e vagy sem. Amit tudni kell róla, hogy ő most túl van egy rehabilitációs programon, és ha ezt kíváncsian tudjátok végig türelmesen várni, akkor nagyon sok mindenre választ fogtok kapni. Egy, hogy hogy lehet lejönni a szerről, hogy néz ki a szerrel való együttélés, és azt is, hogy mitől és hogyan nyúl hozzá valaki, aki egyébként sikeres a szerhez, és ez nem kell, hogy sportoló legyen. Ugye volt nekünk a Gábor példa, aki nagyon jól tudta, az életét egyedül is helyre tudta hozni, és kordában tartani, és van akkor nekünk Olivier, aki meglátjuk, hogy milyen segítséggel és hogyan jutott el oda ma, hogy azt hiszem két hete voltál egy éves, egy hete? Igen. Egy vagy kettő? Kettő. Két hete volt egy éve tiszta, ugye? Ez egy... Igen. 15 év után. Olivier, köszönöm, hogy ennyire őszintén is nyitottan vállaltad az itt létet, meg hogy eljöttél. Még azt is érdemes talán megemlíteni, hogy Pécsről jöttél pont a rehabilitációs központból, egyenesen ide. Hogy kerültél oda, hogy használója lettél a szernek? Üdvözöllek benneteket szeretettel. Először is azt szeretném kérdezni, hogy lehet-e jól hallani? Hallottok? Sziasztok! Szóval az a kérdés, hogy miért vagyunk itt, egy picit szeretném fölvezetni a témát, beleléptünk a közepébe a szerhasználatnak. Akarom, hogy rögtön kirakjuk ide a közösbe, hogy nagyjából minden tizedik közületek az valószínűleg már használ szereket, vagy szerhasználó irányban tart az élete, és ugyanez igaz a gyúró és a gyúrás közbeni szerhasználatra. És ezt azért, és már mutogattuk egymásra? Kérlek, figyeljetek egy pillanatra. Azt gondolom én, hogy veszélyben vagytok. Óriási megtiszteltetés a számomra, hogy csupán azzal, hogy én nyíltan beszélhetek az életemről, talán reményeink szerint tudunk valamiben segíteni. Abban, hogy felfedezzétek, hogy mik azok a jelek, amik esetleg arra mutatnak rá, hogy az élet az rossz irányba haladhat. A számomra nagyon fontos volt, és megemlíteném a Nagy Sanyi történetéhez hozzáraknám, hogy gyerekkoromban mekkora ereje volt annak, hogy az én barátaim, mondjuk a Kalmár Pisti, aki ifjúsági bajnok, birkozó volt, vagy a Finta Zoli, aki nagyon gazdag családból jött, és tudták ezeket a szereket használni. 14-15 éves voltam úgy, mint te, profi futballal foglalkoztam akkoriban, és mellette az edzés nagyon-nagyon fontos része volt az életemnek, és úgy gondolom, hogy ez egy növekvő tendencia most. Azt gondolom, hogy most, hogy legyen kigyúrva a testetek, az szinte már egyfajta elvárás a mai világban, és az, hogy ehhez szereket használjatok, az ma sokkal természetesebb, mint a mi időnkben volt. De az, amikor én szembesültem azzal, hogy mi szegény családból jöttünk, és én nem tudom használni ezeket a szereket, én nem tudok olyan gyorsan változni, én nem vagyok olyan menő, mint a barátaim. Ez sokszor vezetett oda, hogy sírva mentem haza, és azt éreztem, hogy én kevesebb, és én haszontalanabb, értéktelenebb vagyok ettől. Szóval akarom, hogy tudjátok, hogy az, hogy milyen baráti közösségbe vagytok, és hogy milyen elvárások vannak abban a közösségben egymás felé, az nagy mértékben befolyásolja az, hogy milyen emberré fogtok válni. És szerintem, remélem, hogy egy kicsit a témánál maradtam, igaz? És tudom, hogy mi volt a kérdés, de szóval számomra én függő családból jöttem.
Az azt jelenti, hogy az édesapám 2 hónappal ezelőtt belehalt egy asztalnál ülve az alkohol használatba. Szimbolikusan pont úgy, ahogy a filmekben szokták, egy üvegbor volt előtte, és itt doboz cigi volt az asztalon. Már hetek óta nem beszélt senkivel, és azok a kamerák, amiket mi bekapcsoltunk csak azért, hogy láthassuk, hogyha bármibe kell neki segíteni, akkor tudjunk, az kikapcsolt, a széjjel rugdosta. Szóval egy nagyon komoly probléma az én családomban a függőség. Én ebben nőttem föl, ezért gyerekkoromban én nem léteztem. Nem léteztem. Mindig az ő problémájuk létezett. Mindig az édesanyám, apukám agresszív volt, az anyukámnak a megvédése létezett, és a mai napig emlékeztetnem kell a testvéreimmel magunkat, hogy ne állandóan az ő dolgainkon pörögjünk, hogy meg akarjuk oldani a szüleinknek a dolgait. Szóval az első pont, amit akarok mondani, hogy az én életemben a szerhasználat ott kezdődött, hogy gyerekkoromban egyáltalán nem kaptam meg olyan figyelmet, amivel el tudtam volna hinni, hogy én bízhatok. Bízhatok a szüleimbe, bízhatok az életbe, és alapvetően lehet egyfajta szabadságom önmagammal kapcsolatban. Ez nekem nem volt. Ahogy kitettem a házból a lábamat, az első dolog az volt, hogy kerestem azokat a közösségeket, hogy, hol lehet bebizonyítani, hogy érek valamit. És vártam azt egyfolytában a barátaimtól, az edzőktől, a futballtól, aztán a karatétól, aztán bármilyen szerelemtől, hogy mondja el végre, hogy egyébként én nem vagyok annyira haszontalan és nem létező, mint amit gyerekkoromban megéltem. Szóval én egy nagyon szorongó gyerek voltam, aki állandóan kereste azt, hogy visszajelezzék neki, hogy ő ér valamit. Talán néhányan közületek tudnak ezzel azonosulni, hogy sok ott, az élet kemény, otthon sok probléma van. És ezért egy kicsit eltűnik az, nem tudom hányan volt mostanában olyan közületek, hogy otthon megkérdezték, hogy mit éreztek, hogy mi az, ami bennetek zajlik, hogy ti hogyan álltok ehhez a dologhoz. Mert könnyű az életet úgy lefesteni, hogy ezt kell tenni, ilyenné kell válni, kell az iskolai papír, kell a diploma, menni kell, el kell érni valamit, igen? De hogy közben ti mind mentek keresztül, szerintem az egy nagyon fontos kérdés. Nekem az egész életem a bizonyítgatáson bukott el, és 27 éves koromban egy asztalon belefutottam egy csík kristályba, és azóta 15 év telt el. 15 évig semmi másról nem szólt az életem, mint hogy honnan szerezzek cuccot, honnan szerezzünk tiszta tűt, és honnan lopjunk, csaljunk, hazudjunk. Minden emberi kapcsolatom ráment. Hát tehetséges színművész vagyok. Mindig sikerült odáig felépíteni a karrieremet, hogy megkapjam a nagy lehetőségeket, de pontosan egy évvel ezelőtt, amikor a Víg Színház színészeivel Formanek Csaba rendezésében egy 5 órás darabnak a főszerepét próbáltam le józanul 3 hónapon keresztül, és amikor több száz, körülbelül ennyi ember várt a nyilvános főpróbán, én bedrogozva voltam valahol, és nem tudtam elmenni. És ez olyan hatással volt az életemre, hogy öngyilkos akartam lenni. 21 napot voltam ébren, egyhuzamba, bedrogozva, és élet-halál között kértem segítséget egy évvel ezelőtt. Azért, mert az egész életem arról szólt, hogy ez a világ mit vár tőlem, és egyáltalán nem szólt arról, hogy én mit érzek. És nagyon fontosnak tartom, hogy ma elmondjam nektek, hogy az, amit ti éreztek, az fontosnak kell, hogy legyen a magatok számára. Az, hogy a színpadi munka kivegyen a sok szorongásból, ez egy ideig nagyon jól működött. Tehát az, hogy megfeledkezzek a problémáimról azért, mert melózunk, az egy elég hosszú ideig nagyon segítette az érzésvilágomat. Az utolsó időszakban az volt, hogy egyszerűen kezdett már a cucctól leépülni az idegrendszerem, és minél jobban szerettem volna felszabadult és tehetséges lenni, annál jobban zárkóztam el, és lett egy távolság köztem, és a játék, a szabadság, a kapcsolódás. Most például itt ülök, és nem tudom, remélem, hogy azt érzitek ti is, amit én érzek egyfajta közösséget veletek, érzem azt a kapcsolódást, a figyelmeteket, én ebbe bele tudok állni, és
inspirál engem. Ez az utolsó időszakban ez teljesen elveszett odáig, hogy elkezdtem már képtelen lenni, úgymond a próba közben is érzéseket úgy kifejezni. És akkor a legszebb dolog az, hogy én mellé bevállaltam majdnem 8 éven keresztül esküvői ceremóniamesterséget. Az azt jelentette, hogy minden szombaton 200-150 fős esküvőnek a szervezése és a levezetése. Hajnalig? Hajnalig, és ez úgy nézett ki, hogy hétközben próbáltunk, lement a 10-16 órás próba folyamat, én elmentem szombaton egy esküvőre, és vasárnap lett volna nyilvános főpróba. És az az igazság, hogy 3 hónapja voltam akkor Józan, és azt kérdezte a násznék, hogy te be vagy állva? Mondom, hogy értitek? Azt mondják, szét van csúszva az egész arcod, így nézel ki, azért, mert az idegrendszerem már annyira elege volt a állandó képmutatásból, abból, hogy mindig valamilyennek próbáljam magam mutatni, ami egyáltalán belül nem vagyok, belül egy nagy adag szorongás volt az életem, és egyszerűen nem bírtam tovább, és azt mondtam, hogy ha a cucc irányít mindent, és nincs belőle menekülés, akkor dögöljek meg. Azt elmesélheted, Olivér, hogy a cucc mi minden mást hozott még magával? Például a... A cuccnak 3 kategóriája van. Az első a buli van korszak, aztán a baj van korszak, és a végen van korszak. Nagyon fontos tudni, és ez talán számotokra az egyik legfontosabb üzenet, hogy a buli van korszak azt sejteti magával, hogy soha nem lesz baj. Hogy egyébként drogozni nagyon jó. Ez fontos kimondani. Drogozni nagyon jó, mert a mai világ képes olyan hatással lenni rátok, hogy élni nem olyan jó. Hogy nem annyira jó az élet. Lehet olyan időszak, lehet, hogy közületek néhányaknak, akár akik most itt ülnek, nem annyira frankú az élet. És abból egy menekülés tud lenni. Azért, mert felszívod, belövöd, és egy olyan világba viszel, ahol egyébként a fájdalmat nem érzed. Ahol egyébként is mondom nekem, a buli van korszak arról szólt, hogy 3-4 napokon keresztül diszkókba álltam, általában középen valami tánctéren, és megmagyarázhatatlan mozgáskultúrával olyan szabadnak éreztem magam, azt éreztem, hogy egész életemben tudnék itt. És tudjátok, mi volt a lényeg mögötte? A szabadság. Szabadnak éreztem magam. Nem görcsöltem, hogy ki mit gondol, nem görcsöltem, hogy mikor leszek már Jászai Díjas színész, vagy leszek-e valaha, és egyszerűen szabadnak, felszabadultnak éreztem magam. Ez a hazugsága a drognak, hogy azt sejteti és gondolja vele, azt mondatja ki veletek titokban a lelketekben, hogy egyébként megoldást ad. Azt a megoldást adja, amire mindig vártatok. Hogy nem érzem magam kevésnek, hogy nem érzem magam annyira háttérbe szorulva. Nincs az a távolság, hogy van mindenki, de én egy kicsit úgy sehol nem vagyok. Nem tudom, tudtok ezzel azonosulni? Nem kell azt mondani, hogy igen, vagy nem, de én látom az arcotokat, csak én nézlek benneteket, kacsintsatok, hogyha igen lehet, tudtok ezzel azonosulni. Látok egy-kettőt, akkor gyere ide. Szóval ez az első időszak. Még egy gondolatot hozzá, majd Márti incsél, hogyha túl sok vagyok. Nagyon fontos, hogy a betegségnek vagy a függőségnek az egyik jele az, hogy ti azt hiszitek végig, hogy igazából kontrollba vagytok. Miért? Nem csak eszünkbe jutott valami, ami végre összeállt. Hát iszonyat pontos dolgokat mondasz. Aha. Tehát kontrollba vagytok, azt hiteti elmete, a barátaitok egyébként 1-2 év használat után már le fog ülni veled a legjobb barátod, figyelj, baj van. És azt fogod mondani, ne szórakozz már velem. Figyelj, én azért használok, mert én úgy döntök, mert nekem jó, mert én hidd el, bármikor, amikor, ha ezt a mondatot hallod, hogy a barátod kimondja, én bármikor le tudnám tenni, ha akarnám, akkor tudd, hogy marha nagy bajban van. És ez az első fontos dolog, hogy elhiteti veletek, hogy igazából nem, hogy ti irányítotok. De tudjátok azt, hogy valaki rendszeresen, akár hetente valamilyen szer használatával él, akkor az ördög ott áll mögötte, és az ostor már készül, és a láncok készülnek.
Utána jön a baj van korszak, és nagyon gyorsan összefoglalom ezt. A baj van korszak azt jelenti, hogy rájössz, hogy bajod van a szerekkel. Hogy komoly szerhasználó vagyok. Ez végre eljut az adat nekem, az agyadig. Nekem ez 5 év volt. 5 év eltelt, amikor már mindenkit kezdtem elveszíteni, és utána rájöttem, hogy baj van. De a baj van még tartott, vagy szintén 5 évig, mire elmentem először segítséget kérni, és itt jön a lényeg, az utolsó 5 éve az életemnek arról szólt, hogy mindent, ami tőlem telik, megpróbáltam megtenni, hogy abba tudjam hagyni a szerhasználatot, de nem sikerült. Mondom a rossz válaszokat. Ha lenne egy olyan párkapcsolatom, hogyha szerelmes lehetnék, ha lenne szerelem az életembe, akér bármire hajlandó vagyok, nem fog kiszedni. Ha megkapnám azokat a lehetőségeket az élettől, ha végre nagy színészekkel együtt dolgozva én is a tehetségemet megmutathat, soha nem fog leszedni a szerről. Ha helyet változtatnék, ha elmennék külföldre, ha valahova máshova, el kell mennem ebből a városból, ezek közül, a srácok közül, akkor megállnám, hogy nem, soha nem fog kiszedni a szerből. És még lehetne négyet, most nem jut több eszembe, vagy néhányat, de ezek a válaszok nem jó. És a jó válasz az pedig az, hogy bajba vagyok, kérlek, segítsetek. Mondjátok, hogy hol lehet ezzel a problémával segítséget kapni. Tudom, hogy a nagy része, aki itt ül most közöttetek, az nem feltétlenül napi használó, és nem is nagyon érti, hogy miről beszélünk, és miért mondjuk ezt így nektek. De azért mondjuk nektek, mert olyan mértékben növekszik ez a probléma a fiatalok között, hogy veszélyben vagytok. Hogy ott lesz, nektek már ott lesz az asztalon a cucc, amikor bulizni mentek. Nektek már ott lesz a tű a gyúróterembe, amikor elkezdtek edzeni. Mert ez az új világ. És baj, hogy ez az új világ. És mi gondolunk rátok, és szeretnénk, ha tudnátok, hogy nagyon oda kell figyelni. Körülbelül ennyit akartam, hogy mondtad. Na, legalább tudod, hogy miért szeretlek. Ja. Oliver, itt elhangzott egy olyan szó mindkettőtöknél, a Gábornál is, hogy bizalom, bizalomvesztés. Hogy állsz most a bizalommal, hogy most már vége a terápiának, nekem és eltelt egy év? Ugye mindkettőtöknél az volt, hogy bizalomvesztés, akkor a szerhez nyúlok. Mi történt közben most, ebben az egy évben? Úgy kezdődik a bizalom, illetve a személyiséged, hogyan változott szerelőtszer alatt, és most merre tartasz? A szer tönkretette a lelki életemet. Tönkretette a kapcsolatomat önmagammal, ezért amikor abba hagytam, az élet még jobban pokollá vált, mint előtte. Az azt jelentette, hogy egyfolytában elszigetelve és egy nagy szorongás gombóc volt az érzelmi világom. Viszont elhitették velem, hogy ez változni fog. Ami azért fontos, mert azt gondolná az ember, hogyha abba hagyom a szereket, akkor hirtelen minden rendbe jön. Egyáltalán nem jön rendbe, csak szembesülsz azokkal a problémákkal, amik miatt használtad a menekülő útvonalat, amiatt menekültél, amiatt kiléptél az életedből, és ezt ki kell tudni mondani, hogy a rendszeres szerhasználat azt jelenti, ha te rendszeresen füvezel, ha te rendszeresen piálsz, ha neked a társaságodban jelen van a bió, vagy a kristály, akkor tudd azt, hogy azért használsz és vagy hajlandó rendszeresen velük drogozni, mert valami nincs rendben a lelkeddel. Valami önmagaddal, kapcsolatban, a családodban, a közösségedben, valami nem jól működik. Mi van, ha nem hallja meg senki? Bocsánat. Mi van, ha nem hallja meg senki azt, hogy segítséget kérsz? És aztán kérlek, folytasd, csak muszáj volt itt ezt megragadni. Nem hallja meg senki. Igen, amikor alapvetően figyeljetek, a tapasztalatom, a profi tapasztalatom a függőséggel kapcsolatban, szüleitek nem fognak tudni nagyon segíteni. Azok a szülők, akik esetleg benneteket oda torzítottak, hogy ti már szert használjatok lelki értelemben, azok nem fognak tudni megoldást adni. De szerintem mindig meg lehet találni azokat az embereket, akik, egyébként nagyon egyszerű a válasz,
A segítség mindig valami rajtad kívülálló dolog. A segítség az alapvetően vagy a terápiás közösségi segítség, vagy a pszichológus, a pszichiáter, az olyan barát, aki tudja, hogy hogyan lehet eljutni ezekhez a segítséget nyújtó eszközökhöz. A legelső lépés, ami a talán a legnehezebb része a beismerésnek, az így hangzik. Beismertük, hogy tehetetlenek vagyunk a függőséggel szemben, és életünk irányíthatatlanná vált. Bocsánat, Olivier, ez egy szint. Aha. Ez egy másik szint, amit mondasz. Segítsetek, nem tudom a választ segítek, erre most. Mert hát, ugyanezt szerettem volna én is kérdezni, hogy figyelj. Segítsetek. Egy, szégyen, abszolút. Ha függő vagy. Szégyen, ha beszélsz róla, hogy neked van egy problémád. Az is szégyen, amit itt az előbb beszéltünk, az abuzus. Az, hogy otthon különböző módon érhet abuzus, vagy az iskolában. Nem beszélsz róla. Ha arról nem beszélsz, hogy fogsz arról beszélni, hogy te már benne vagy a mély gödörbe? Érted? Tehát, hogy mi a megoldás? Szerintem az első ez, hogy beszélj róla. Tehát, kinek? Hogy, tudod, hol? Mikért? Mindegy kinek. De nem ez mindegy, az első. Mert megbélyegeznek. Szerintem az a dolog van a lelkemből kirakva, amiről igazából beszélhetnek, de az attól még számomra megszületett, mivel kiraktam. Tehát igazából így van, ha el fogod árulni, hogy te használsz szereket és problémád van vele, lesznek olyan emberek, akik emiatt elítélnek. De egyébként nézzétek meg, hogy lesznek olyan emberek is, akik esetleg majd felnéznek rátok, amiatt, hogy ezt kimondtátok. Szerintem fontos, hogy kimondjuk, de egyébként segítsetek, hogy ti hogy gondoljátok. Olivier, mert... én ismertelek téged akkor is, amikor ugye a szereken voltál. Én csak annyit láttam, hogy egy hiperaktív pasi vagy, aki sokat beszél, sokat gesztikulál, és ugye az ember azt mondja, színész. Na, hát jó van. Szerethető, 1001 értéke van, miért ne szeressed? De ugyanakkor meg például a szemedben volt valami, amire... Ugye itt hívhatjuk akárminek, szenvedélynek, érdeklődésnek, nagyon sokféle képen értelmezhető az a fajta égő, akár vágy, hogy mikor jutok a szerhez, vagy hogy ez a szernek a hatása. Ugye még tart, ahogy te mondtad, ez a 21 nap. Abban az esetben nem néztem volna ki belőled, hogy te segítséget kérsz, amikor én megismertelek, nem is kértél. Mi kellett ahhoz, hogy eljuss oda, és nem a 21 nap, hogy segítséget, mert előtte is kértél 5 éven keresztül többször. Igen. Mik voltak azok a pontok, azok a megállók, ahol azt mondtad, oké, és hogyan, és kitől kértél segítséget? Én ebben nem fog nektek tetszeni, amit mondok. Én kipörgettem minden más lehetőséget. Addig mentem, amíg már nem volt más lehetőség, vagy belehalok abba, amit csinálok, vagy elkezdek felépülni. Számomra ez volt sajnos az a tendencia, hogy nagyon sok mindenki számára ez a végső változtatási pont, amikor már nincs más lehetőség. Hívhatjuk nagyon... úgy, hogy a pokol mélyére kerültél, és akkor ott vagy meghalsz, vagy... Amikor én úgy hívom, amikor igazából találkozol önmagaddal, mert tudod, amíg képmutató vagy, és állandóan játszod, hogy te jobban vagy, mint amennyire vagy, vagy amíg te elhiteted, hogy amíg el tudsz bújni, addig nem látszik, hogy mi történik veled, abban egyszer csak szembesülsz, hogy igazából én ezt gondolom magamról. Itt vagyok. Hogy szétdrogoztam magam, már nincs senki körülöttem, már senki nem hajlandó se kapcsolatban lennél, mert egyszerűen rémítő vagyok, ahogy rám néznek, akkor egyszer csak ott lesz, hogy na ez a valóság, ez itt, ez vagyok én most. És akkor el lehet dönteni, hogy innen, mert akkor abban viszont van egy nagyon érdekes dolog, az viszont már valódi. Az valódi, ez vagyok most. De Olivier, ehhez kellett egyfajta önismeret. Aha. Ugye... Önmagában az, hogy színészként dolgozol, és itt ne csak a színészeket, mert 1001 más ismerősünk van, ugye, akik terápiában vannak, vagy voltak, vagy visszaestek. Nem is a munka, de hogy mindannyiatoknál van egy közös dolog, hogy van egy megfelelési vágy, ami átmegy munkamániába, amikor kijöttök, ugye, és most már nem vagytok fogyasztói, aktív fogyasztói, tehát vagy munkamánia, vagy pénzmánia, vagy kontrollmánia, tehát hogy ez a függőség átalakul valami mássá. A kérdés az az, hogy
itt most nem feltétlenül nagy önismerettel rendelkező fiatalok vannak. Ők honnan fogják tudni ebben a korban, hogy hello, meg kéne állnom, miközben a társadalom, a szülők, az iskola, bocsánat, tisztelet, a kivétel, és az osztálytársak, a haverok azt várják, hogy menő légy, laza légy, sikeres légy. Miért talán fogsz megállni? Miért kéne megállnod? Ebben a korban miért kéne megállnod? Te megálltál X évesen, amikor az önismereted, és jelzem, neked méghozzá szerencséd volt szerintem, de ez a saját véleményem, hogy rengeteget olvastál, bizonyos szerepeknek ugye belebújtál a bőrébe, átélted, tudtad, találkoztál önmagaddal, ők nem találkoznak saját magukkal. Honnan tudja, hogy most az énemmel találkozom, és akkor itt az a pont? Szerintem ez a legnagyobb kérdése. Van-e olyan, hogy megelőzés? Van-e olyan, hogy én kikerülhetem az életem bizonyos szakaszait, ha valaki szembesít a dolgaimmal? Én nem tudom erre a pontos választ, hogy most az ő számukra tudni, akár ez a mai nap meg fogja-e gátolni azt, hogy szerekhez nyúljanak. Egyébként a személyes véleményem szerintem nem feltétlenül. Viszont abban igen, hogy látnak egy példát, láttok egy példát, aki amikor belefeledkeztek sajnos a problémába, egyszer csak azt látjátok, hogy oké, de ott volt az a valaki, és van megoldás rá. Tehát lehet kapni egy reménysugarat arra, hogy igenis lehet változtatni az életemen. Igenis képes vagyok a gondolataimat újját teremteni magamat, egy olyanná, aki már nem az elismerést hajszolja egyfolytában, mert egyébként az egyik legnagyobb szer a számotokra most ez. Nem feltétlenül bármilyen drogok, de az, hogy be kell bizonyítanom, hogy vagyok valamilyen, hogy vagyok olyan a társaságomban, hogy én is vagyok olyan menő, hogy felszívom azt. Én is vagyok olyan menő, hogy hajlandó vagyok belemenni abba a párkapcsolatba fiatalon. És lehetne még sok mindent mondani. Szóval én reménykedem abban, hogy igenis működik az, hogy most az én akár az én, a mi példánkon keresztül ti kaptok egy olyan reménysugarat, hogy lehet változtatni, és segítségkéréssel lehet. Ki Olivier? Én életemnek azt a szakaszát kezdem élni, és ezt így nagyon fontosan szeretném kiemelni, kérlek is, hogy figyeljetek. Nem tudom, hogy valaha éreztem ennyi ambíciót, ennyi reményt, ennyi élettel teliséget, mint amit most kezdek érezni. Most kezdek azzal az emberré válni, aki mindig szerettem volna lenni, amikor beálltam. És egyszerűen az a szabadság, amire annyira vártam, az most kezd szépen az enyém lenni. A szorongás múlik, merek önmagamról beszélni, és itt jön szerintem az élme, ez a kérdés, hogy mi az, hogy élet, hogy megélni. És szerintem az élet az az átélő képességünknek a foka, hogy mennyire vagyok képes átélni a jelen pillanatot. Tudom, hogy ennek van egy ilyen eltorzított, nagyon ilyen, most már ilyen nagyon elcsépelt változata, de az, hogy mennyire tudok figyelni, mennyire tudok jelen lenni, mennyire tudok a barátaimért odaadni magam, tényleg szívből, érzésből élni, az az élet. Az az élet egyébként. És ez kezd elveszni. Engem nagyon megérintett, amit az Áron mondott, hogy van-e olyan ember, akit szerettek, és aki szeret titeket. Én nekem, visszatérve önmagamra, én tele vagyok ambíciókkal, és azt gondolom, az életem most kezdődik, és én még azt is elmerem mondani, hogy ez az egész óriási pokol, ez tett engem azzá, aki most kezdek lenni. Tehát még akár lehet eljön egy pont az életemben, ahol azt mondom, hogy hálás vagyok azért, amin átmentem, minden pokollal együtt. Ebbe mások belehalnak. Az Isten úgy döntött, hogy én nem fogok, és én is úgy döntöttem. Úgyhogy az élet kezd valami csodálatos dologgá formálódni. Ez pedig még csak egy év, és azt mondják, hogy másfél, kettőnél, háromnál, ötnél olyan óriási
változások vannak a józanságban, és itt az utolsó gondolat, a józanság az nem csak szerek nélküli élet. A józanság az, az a nyitottság, amivel képes vagy kifelé figyelni. Az a józanság, szerintem. Úgyhogy én kívánok, köszönöm. Kívánom nektek, ez talán a legjobb befejezés, hogy kívánom nektek, hogy legyen valaki, aki szeret titeket, és aki előtt bármiről mertek beszélni. Ha most úgy ülsz itt, hogy ez nincs, akkor keres magadnak. Így van. Jó. Így van. Így van. Ez az így.